Köszöntelek benneteket újra. Star Trek előadásunk fog következni. A New Stories, az mindent, amit az új történetekről tudni kell, azt szeretném a színpadra hívni, akkor Gia-t az égi szentélyből, nagy tapsot szeretnék kérni neki. Ő fog beszélgetni kettő vendégével ebben a témában, úgyhogy fogadjátok őket sok szeretettel. Köszönjük szépen, sziasztok! Gyertek fel a színpadra, hagyj mutassalak be titeket is. Tehát ahogy mondta Angie, én az Iggy Szent és Skiffy klubot képviselem. Mi mindent Skiffyt szeretünk, de erre a kora Star Trek kiállítással készültünk, és a Star Trek új sorozatairól szeretnénk nektek néhány szót, néhány gondolatot mondani. Szeretném először bemutatni a vendégeimet. Kassa Magdolna, grafikus, újságíró, publicista és nagy Star Trek szakértő. Kérek egy tapsot neki. Köszönöm. És Rita, vagyis Nagy Ildikó, aki a Magyar Star Trek Klub egyik oszlopos tagja, aki a kezdetektől figyelemre kíséri a Star Trek sorozatokat, filmeket, és mindent tud, amit lehet. Valamint ő az, aki számtalan külföldi konon, komikkonon és Star Trek-es találkozón a színészekkel sokat beszélgetett, ezért bennfentes információkkal is rendelkezik. Őt lehet majd később ebben a témában faggatni. Bele is kezdenénk, ha nem menjetek, én is leülök. És az első, amiről szeretnénk nektek mesélni, itt látjátok fönn az öt sorozatot, amiről szó lesz, nem más, mint a Star Trek Discovery, ami az új nagy filmek után jött ki rögtön. Először megkérdeznék titeket, hogy mi a véleményetek a Discovery-ről, szeretitek, nem szeretitek, valami tetszett, nem tetszett. Magdi, először neked mi a véleményed? Hát én nagy izgalommal váltam, amikor a Discovery elkezdődött, mert én úgy gondoltam, hogy ugye jöttek az új mozifilmek 2009-től, az a három mozifilm, ami nagy sikert aratott a moziban, és ezért kezdődhetett el a Star Trek sorozatoknak az újragyártása. És kíváncsi voltam, hogy milyen új stílusú sorozatot csinálnak, mert hogy teljesen megújították a stílusát is a Star Treknek a Discovery-ben, ami a régi rajongók felől kapott kritikákat, de valószínűleg hozott új rajongókat a sorozatnak. Így van, hát ahogy a dizájn is mondod, a fiatalabb generációnak készült, ugye nem a 70-es évekbeli régi eredeti sorozatbeli dizájnt vették elő, hanem ami az Enterprise-ban volt, az Enterprise sorozatban elindult, azt a dizájnt folytatták, ugye? Hát igen, egy előzmény sorozatot készítettek, ami nagyon érdekesen alakult, mert ugye most már a negyedik szezonnál tartunk, és az első két szezon az előzmény, majd egy éles váltással ugrottak egy nagyot az időben, és 900 évvel későbbre került a sorozat, ami azt jelenti, hogy a Star Trek világában a legfrissebb, már hogy tehát ilyen időben nem járt soha nem a Star Trek még. Neked mi a véleményed, Lita, erről? Hát én elsőre nagyon nem szerettem, ezt be kell valljam. Második nézésnél javult, de én még nem tartok a végénél, mármint hogy a úgy végénél, hogy ami most van. Igyekszem. Meg kellett szokni a karaktereket, nekem nagyon furcsák és mások, mint a. Van kedvenc karaktered esetleg ebből a Discovery sorozatból? Hát nem igazán, viszont sok van, akit nem szeretek. Ó, értem. Neked, Magdi? Nekem van. Én nagyon szerettem a Pike kapitányt, aki egyébként egy olyan karakter, aki volt már a korábbi részekben, ugye még az új mozifilmekben is van ott ilyen idősebb szerepként, de ebben a sorozatban egy olyan színészt kapott Anson Mount szerepében, hogy a rajongók követelték ki, hogy legyen neki egy saját sorozata. Így van, annyira szimpatikus. Beszélni igen, hogy egyszerűen kívánkozott újra a képernyőre. Úgyhogy őt például nagyon szerettem. Spock karaktere ugye érdekes, mert hogy Spockot mindenki ismeri a korábbi sorozatokból, és ugye már két színész eljátszotta korábban. Ugye Leonard Nimoy után Zachary Quinto játszotta ugye az új mozifilmekben, és itt kapott még egy újabb színészt, Ethan Peck szerepé, akiről egyébként érdekes, hogy Gregory Pecknek az unokája, hogyha ez mondom, amit azért színész családba nőtt föl, és
Eleinte nekem furcsa volt, hogy egy ilyen korai Spockot alakít, ilyen aki ifjú, nem olyan. Ifjú Spock, ugye? Igen, nem teljesen olyan, mint a későbbiekben, de most, ahogy már az új sorozatba is belekerült a karaktere, egyre inkább kezd tényleg olyanná válni, amilyen Leonard Nimoy Spockja volt. Szeretném gyorsan megkérdezni a közönséget is, hogy tegye föl a kezét, aki tudja, hogy ki az a Spock. Fantasztikus. Spockot mindenki. És akkor most azt tegye föl, aki szereti is Spockot. Nagyon jó, tökéletes. Akkor elmondhatjuk, hogy talán ő a kedvenc karakter, bármelyik időség, bármelyik film, bármelyik sorozatról legyen szó. Egyetértetek vele? Nem? Nem? Na, akinek van más kedvenc karaktere, majd elmeséli az asztalnál, jó? Az én személyes tapasztalatom a Discovery hasonló, mint a Litáé volt, hogy eleinte én sem szeretem, az első két évadot nem, mert annyira eltért az általam ismert időségtől, hogy nem fért bele. A klingonokat próbálták később megmagyarázni, ugye itt is furcsa új kinézetet kaptak, az a rajongók többsége annyira nem kedvelte, azt kikupálták úgy, ahogy ugye a hosszú haja, hogy megmagyarázták, hogy miért voltak eleinte kopaszok, és utána, hogy megdövesztették a hajukat. Viszont ami mégis megragadott a Discovery-be, az, hogy visszatértek a tudományhoz. Iszonyú látványos lett. Tehát aki látta az új mozifilmeket, szerintem nem panaszkodhat a látványra. A Discovery sorozattal is ugyanez a helyzet. Nagyon látványos lett. A grafika, a technika, még az új modern dizájn is szerintem abszolút a mai kor emberének való. És ami még egy vitát generált, és nekem a személyes heppem, az a spórahajtómű. Lita, te mit gondolsz a spórahajtóműről, a spórameghajtás? Ugye ez az új meghajtás a Discovery-n. Érdekes egy téma, igen. Valahol ugye a Voyager-ben is van, ott is ilyen hasonló a hajtómű. Úgyhogy ez, lehet, hogy ez annak az előzménye lesz. Magdi? Szerintem teljesen jó, hogy egy teljesen új technológiát hoztak be, mert a Discovery hajó az egy teljesen egyedülálló hajó a Star Trek világában, tehát nincs előtte se, utána se ugyanilyen hajó. Ez egy kísérleti. Hasonló egyébként lesz majd még egy új sorozatban, hiszen kísérleteztek, például a Prodigy-be, ugye a magyarul a Protostar-ba, erre majd még vissza fogunk térni. A tudományos része visszatérve még engem lenyűgözött, hogy ugye van a Thames hajnagy, Paul Thames, aki ugye ezt a hajtóművet vezérli, méghozzá úgy, hogy a saját maga összekapcsolódik, ugye a szervezetét, az idegrendszerét köti össze a micélium hálózat segítségével a spóra hajtóművel. És mikor kicsit utána néztem a dolgoknak, kiderült, hogy van egy ugyanilyen nevű, Paul Thames nevű, mondhatnánk egyszerű szóval, hogy gombász, mert hogy úgy indult, de a gombákat kutatja, a micéliumot kutatja a való világba itt közöttünk, ugyanezzel a névvel. Eszméletlen eredményei vannak a tudomány területén a gombákkal és a gombák világával kapcsolatban. Az egyik stream szolgáltató csatornán fönn is van a sorozata, érdemes megnézzetek. Aki a Discovery-t megnézi, az biztos, hogy utána más szemmel fog nézni erre a tudományos területre is. Szerintem... Még szeretnék mondani, van egy karakter, akit még egyébként nagyon szeretek a Discovery-ben, ő a Gabriel Lorca kapitány, akit Jason Isaacs alakít, akit a Harry Potterből is ismerhetünk, mert ő Lucius Malfoy alakítja. Itt egy kicsit másképp néz ki, nem ilyen hosszú fehér haja van, tehát kicsit nehezebb ráismerni, de az az érdekes a színésszel kapcsolatban. Én voltam a bécsi Comic-Conon, ahol mind a két szerepéről beszélt egyébként, és mesélte, hogy a Harry Potterben nem akarta elvállalni ezt a szerepet, mert gonosz a szereplő, és ő nem akart, hogy beskatujázzák. Hát Gabriel Lorca sem az igazán... Szerintem abszolút hasonló karakter. Ő is egy hasonló jellegű szereplő, de nekem nagyon izgalmas, mert ő az első szezonban a kapitány, és hogy nem annyira egyértelműen jó, mint ahogy ismerjük a Csillagflotta kapitányokat, ettől izgalmas a karakter. És egyébként még azt akartam hozzátenni, bocsánat, még egy picit a Discovery-nél maradva, hogy a Discovery-nek az az érdekessége, ami jó vagy nem jó, erről lehet vitatkozni, hogy más a felépítése, mint a korábbi sorozatoknak. Tehát ugye korábban az összes Star Trek sorozat olyan volt, hogy epizódikus volt, tehát hogy egy történet az egy epizódon keresztül folyt, és véget ért. És
maximum dupla epizódok voltak. Kevés szál volt, ami tovább ment az epizódokon keresztül. Itt pedig egy szezon, egy történet. Tehát mindegyik rész kapcsolódik a következőhöz. Ami az egyrészt olyan szempontból rossz, hogy mindig várni kell az embernek a következő részt, hogy kijöjjön. Más szempontból, hogyha valaki, ugye, mint én is, ledarálja az egész szezont egybe. Igen, most már nem kell megvárni a következő heti részt. Ahogy ez mostanában már szokás, akkor viszont nagyon jó, mert így annyira izgalmas mindig a vége az előtte lévő epizódnak, hogy egyszerűen az ember nem bírja letenni, nézni újra meg újra a következő részeket. Úgyhogy nekem ez tetszett. Meg, hogy short tracks-et is csináltak hozzá. Igen, podcast-szerű epizódokat is raktak a végén, ez már csemege, úgyhogy aki tudja, az nézze meg, és darálja le egybe, ahogy Magdi is. Tudom, hogy még egy millió dolgot tudnánk mondani nektek. Szeretném megkérni, hogy egy-egy dolgot mondjuk, miért nézd meg a Discovery-t? Egy mondatba foglald össze röviden, jó? Először Lita, hogyha megkérhetlek. Hát mert Star Trek nagyjából, igen. Mert az első új Star Trek sorozat, ez egy nagyon jó érv. Én azt mondanám, hogy például aki nem akarja, hogy előtte megnézzen 1200 Star Trek epizódot, tehát hogy annyira kelljen ismerni a Star Trek világát, hogy minden, mert a korábbi sorozatok az ott többnyire azért egymásra épültek. Tehát, hogy aki nem akarja végignézni az előző. Nem akarja az ember végignézni az összeset, hogy minden tudjon, amire utalnak, akkor lehet a Discovery-vel kezdeni a Star Trek világot, és akkor új nézőket lehet arra vele lehet bevonzani. Hát okay. Mégis ezért kezdték el. Így van. És ahogy el is kezdték, ugye látták, hogy van értelme, látták, hogy a rajongók vágynak az új sorozatokra, rögtön bedobták nekünk a következőt, méghozzá ugye Picard kapitányra egy saját sorozatát, ahol egy idős Picardral találkozunk, aki ugye már visszavonult, nem éppen vidámokból, és az ő, hát mondhatni, kalandjait ismerjük meg. Ugye 3 évad jött ki, az utolsó év nemrég került fel a szolgáltatók csatornáira, a 3. évadnak lett vége, és mind a 3 évad külön történetszállal dolgoz fel, ahogy a Discovery-nél is, itt is nem egy-egy epizód egy történet, hanem ugye egy évad öleli fel az egész történetet. Mondhatni, hogy kaptunk egy-egy nagy mozifilmet több darabra vágva. Az első évadban, ha jól tudom, akkor egy ikerpár egyik tagját próbálja megtalálni, és ugye akiről kiderül, hogy ő egy android. Az androidokkal kapcsolatban ugye már találkoztunk ugye Data nevével, és ugye ezt a szálat viszi tovább, hiszen Data leszármazottjai valamilyen szinten. Data, úgy tudom, tehát szereted Data parancsnokot. Data-t. Be kell valljam, én Picardban nagyon el vagyok maradva, úgyhogy nem nagyon tudom, 3. évadból néztem, első évadba feladtam, mert annyira életunt volt a Picard kapitány, hogy... Igen, tehát mondjuk ez néhány rajongó tényleg megviselte, hogy létált is, hogy nehezen dolgozták fel, hogy itt egy erőtlen, dühös öregembert látnak, igen, csak aki el van keseredve, viszont aki a szokásos makacságát hozza. Szerintem nekem kifejezetten tetszett, mert ugye én nagyon szeretem a TNG-t. Igen, szerintem az egyenruhából látszik, hogy a TNG-nek a folytatása a Picard, és az a koncepció nekem nagyon tetszett, hogy eltelt 20 év, ugyanúgy eltelt 20 év a történet szerint is. Tehát ott veszi fel a szálat, ahol a szereplők tartanak. És Patrick Stewart is azt mondta, nyilatkozta korábban, hogy nem nagyon szeretné ugye a karakterét újra eljátszani, mert már idős. De amikor meglátta a forgatókönyvet, akkor azt mondta, hogy mégiscsak ez tetszik neki, ez a történet. Tehát, hogyha Patrick Stewart azt mondta, hogy neki ez a sztori annyira bejön, hogy ő még egyszer el fogja játszani emiatt Picard kapitányt, akkor szerintem nekünk is tetszhet. De egyébként nekem érdekes a maga az egész koncepciója ennek, mert ugye utána, hát nem akarok sokat spoilerezni, de jönnek vissza régi szereplők is. Így van, tehát épp ezt akartam mondani, hogy ugye az első évad egy ilyen androidos kaland, mondjuk ezt rá, a második évad az már egy kicsit csalafintább, mint kiderül, ugye Q a nagy bajkeverő utolsó szereplését láthatjuk. Szerintem, aki szerette magát Q-t, az ő bosszantó stílusát, annak mindenképp a második évad az a csemegéje lesz.
És ugye a harmadik évad pedig az, amikor a régi szereplők újra összegyűlnek, már aki még ugye életben van, és ez egy tömény nosztalgia. Aki a TNG-t szerette, annak az egy csemege. Tehát tényleg, ha másért nem azért, hogy újra láthatja azokat a karaktereket, akiket megszeretett, újra láthatja azokat a szereplőket, akik szintén ugyanilyen nosztalgiával álltak hozzá erről, ugye verfilmet is készítettek. És egyébként nem csak a TNG-ből hoztak vissza szereplőket, hanem például a Voyager-ből is hetest igen, visszahozták. És még ugye a Deep Space Nine-ben ugye ott van még ugye a kedvenc Klingonom, ugye nem, Worf parancsok, nem hallgathatom el az ő nevét. Léta, te nézted ugye végig a harmadik évadát a Picardnak. Neked mi a véleményed róla? Hát a harmadik évad már jó. Az általában mindenhol sikeresebb, mint az első kettő, én azt vettem észre. És szerinted lezárta ez a Picard történetet rendesen? Mert sokan vitatkoznak rajta, hogy hát nem egészen ez a lezárás, amit vártak. Hát, szoszó. Lehetne jobb is, de hát ez van. Értem. Nem tudom, igazából sorozatokat nem nagyon szoktak lezárni, mert valahogy mindig úgy félbe marad minden sorozat. Tehát, értem. Esetleg látta már valaki a Picard sorozatnak a harmadik évadát? Nem? Ó, ott vannak. Szerintetek jól lezárták le? Ha igen, akkor tedd föl a kezed. Igen, tökéletesen. Oké. Érdemes, hogyha megnézitek, van hozzá ilyen kis extraként, hogy a szereplők beszélgetnek, hogy milyen érzés volt visszamenni a díszletek közé, milyen érzés volt a újra ugyanabba az egyenruhába bújni, vagy hasonlóba, újra együtt játszani a régi színésztársakkal. Nagyon megható. Tehát a Picardra én azt tudom mondani, hogy aki ezt a régi TNG-s érzést várja, az abszolút meg fogja kapni, főleg a harmadik évad végére. Ugye ez két élőszereplő sorozat volt, én most szeretném, hogyha egy kicsit beszélgetnénk a fiatalabb generációnak készült sorozatokról is. Az előbb már említettük ugye a spórahajtómű kapcsán, hogy különleges meghajtást kapott a Prodigy-nak a Protostar nevű, magyarul Protostar-szerű sorozatnak, ugye a rajzfilm sorozatnak az űrhajója is, ugye ahol egy Protomag nevezetű törpe, pici bébi nap van az űrhajó közepében, és ugye ez adja a meghajtást. Ez a sorozat szerintem írtó cuki lett. Tehát ez a kicsiknek való abszolút kezdő, semmit nem kell tudni a Star Trekről, leültetjük a gyereket, és akkor nézhetjük vele együtt, mert nekünk is élvezetes, de a gyerekek imádni fogják. Ismeritek-e a karaktereket, ugye? Van-e kedvencetek belőle? Lita? Hát én nagy Janeway fan vagyok, tehát egyértelműen Janeway. Meg igen. Az is jó, hogy itt is visszahoznak ugye régi karaktereket, vegyesen, mert például Odót a DS9-ból, de tosos karaktereket is, Chakotay is szerepel benne, akit szintén favorizálok, szóval én szerettem, be kell valljam. Vén fejjel a gyerek sorozatot. Igen, aki esetleg még nem látta a Protostart, Janeway kapitány ugye föltűnik kettő szerepben is, egyrészt hologramként, másrészt ugye még admirális, ugye fogjuk igen. látni, és ugye, ahogy mondtad is, föltűntek a Odó, Scotty, Uhura, mert hogy ugye a holofedélzet itt is működésbe lép, és ugye a gyerekek, hiszen a Protostart ugye gyerekek fogják megkaparintani, menekült gyerekek, és ők fognak vele kalandozni, ugye Janeway hologramjának a segítségével, és ugye a holofedélzeten a Kobayashi Maru hadműveletbe fognak belefutni, és ott hozzák vissza a régen. Nekem például az egyik kedvenc részem volt. Az aranyos rész, igen, én is szeretem. Nekem meg azért tetszik a Protostar, a címe nem tetszik, bevallom őszintén, tehát a Prodigy az nekem sokkal jobban tetszett, az eredeti cím, de szóval azért tetszik maga a rajzfilm, mert eddig a Star Trek-nek nem volt azért olyan sorozata, ami a gyerekeket vonzotta volna. Tehát kifejezetten azért csinálták ezt a sorozatot, hogy a fiatalabb korosztályból lehessen kinevelni egy Star Trek rajongóbázist, és ezt úgy csinálták meg, hogy maga a rajzfilm nagyon szórakoztató, felnőtt fejjel is egyébként, tehát én nézem és nagyon tetszik, és sokkal eseménydúsabb, tehát olyan több a cselekmény benne, mint mondjuk úgy általában a Star Trekre ez jellemző lenne, de a Star Trek világát hozzák be szépen ilyen fokozatosan, hogy mindennel megismertetik a gyerekeket, hogy mit jelent a csillagflotta, hogy működnek a hajók, milyen részei vannak a hajónak, stb. És ahogy a szereplők tanulgatják meg ezeket a dolgokat, úgy tanulják meg a nézők is. Így van, nekem is ez volt az egyik, illetve az, hogy tényleg írtó cukik a karakterek. Például van egy ilyen kis zselészerű morfikus élőlény, ugye Murph,
az a valami írtó cuki, főleg az első pár részben, mondhatni egy évad, mert ugye 20 részes a sorozat, és ugye az első 10 részben még ilyen kis cuki, aranyos kis semmire nem jó figura. A másik, ami nagyon tetszett nekem benne, hogy a karakterek ugye máshogy néznek ki, mint amit elvárunk. Tehát van egy elvárás feléjük a kinézetük alapján, és ugye máshogy fognak viselkedni, és küzd ezeken a sztereotípiák ellen, de mégis aranyos módon. Ugye például ott van a hatalmas szikla típusú, ugye a kislány karakter, aki egy félelmetes szörnynek tűnik, és valójában egy vajszívű, aranyos, tudásvágyó kislány az egész, egy ilyen szörnyszerű testben, és ugye az előítéletekkel neki is nap innen meg kell küzdeni. Ezzel szerintem sok gyerek tud azonosulni, hogy a kinézete vagy a mássága miatt, ugye hiába csúfolják, megtanulja, hogy az ő belső értékei számítanak, és ez is a Star Trek sorozatok egyik csodája, hogy az előítéletek ellen. Ez ugye ezt a régi sorozatokban is megtapasztalhattuk, például ugye Uhura kapcsán, aki az első színes bőrű színésznő volt egy ilyen hatalmas volumenű filmben vagy sorozatban. Térjünk át a másikra, épp látjátok mögöttünk a Lower Deckers-nek a képeit, ugye ez az alsó fedélzet magyarán. Ez már egy kicsit a tinédzserebb korosztálynak szól, a rajz stílusát talán fölismeritek. Tudja valaki, hogy mihez hasonlít? A képek alapján be lehet kiabálni, ha valakinek van esetleg ötlete. Nem? Hát ha azt mondom, hogy Rick és Morty, akkor ugye? Képzeljük, ugyanaz a rajzoló dolgozott rajta, ez ő keze munkája egyébként. Ugye elég érdekes a dizájn, viszont a karakterek stílusa is abba az irányba ment el, tehát kifejezetten a tinédzsereknek ez szórakoztató lesz. Szerintem tele van őrültségekkel, épp ezért a felnőttek néha kiakadnak rajta, de abszolút érdemes végignézni nekünk is, nem csak a tinédzser fiatal gyerekeinkkel. Nagyon vicces, nagyon könnyed, szintén egy csomó lehetetlen helyzetbe kerülnek, mint a Rick és Mortyban, ugye nagyon a képregényhez is hajaz. Nekem azt tetszik abban a sorozatban, hogy így egy olyan világot találtak ki, hogy a Star Trek sorozatok többségében mindig a fedélzeten vannak a főszereplők, tehát a kapitány a főszereplő, a legénység, stb. Soha nem tudjuk meg, hogy az alsó szinteken szegény mi történik, mert a piros egyenruhába. Igen, ők állandóan csak belecsöppennek abba, amit a fönti főnökök döntenek. És ezért Lower Decks az alsó fedélzet a címe a sorozatnak, mert itt az alsó fedélzeti emberek a főszereplők, akiket tényleg így sodornak az események, és nekik alkalmazkodni kell az mindenhez, és ebből is ilyen humoros szituációk kerülnek ki. Nincs döntési joguk, azt kell tenni, amit a főnök mond, de mégis túl kéne élni valahogy az epizódot. Te ebből láttál valamit, ami tetszett neked? Hát ez, hogy végre nem a főtisztek, hanem a... És ugyanakkor ott van valaki, akinek a szülei főtisztek, és ő direkt került ugye az alsó szintre, mert oda akart, mert ugye szerintem ott jobb az élet. Igen. Nem olyan komoly, mint fönn a felső szinten. Pedig elméletileg ő is már lehetne főtiszt, de direkt nem akar főtiszteni. Ez is egy nagyon klassz dolog benne. Fogunk még a Lower Deckers emlegetni, de szeretném, hogy akkor elmennék az utolsó élőszereplő sorozatra, és erre egy picit többet beszélnénk, hiszen már csak 4 nap múlva jön ki a következő évada a The Strange New Worlds-nak, ugye a szép új világoknak, ami... Különös új világok. Hát igen, különös világok. Igen, ki hogy fordítja. És ugye itt Pike a főszereplő, az ő szálát viszik tovább, ami nagyon érdekesen kapcsolódik ugye a Star Trek mozifilmekhez. Nem tudom, te mennyire szereted Pike-ot? Szeretem. Kellemes karakter. És itt ugye kibontakozik, mert az eredeti karakter az ugye nem sokáig volt a Star Trek világában. Nem sok figyelmet kapott. Igen, meg hát hamar meg is hal ugye maga a karakter. Igen. Egyébként ez is kísérti-e ebbe az új sorozatba. Érdekes, hogy ugye már még egy évadot kap, és izgulunk, hogy vajon eljut-e addig, ahol megtörténik vele, aminek meg kell történni. Azért javítottam ki a címet, mert a címmel kapcsolatban a fordítás a Strange New Worlds-nek, egy Laki Mihály fordította egyébként, tehát a szinkronját ő készítette, és meg
keresett engem, hogy a terminológiában segítsek, mert ugye van egy csomó olyan kifejezés, ami visszaköszön a korábbi sorozatokból, és azt szerette volna, hogyha a rajongóknak ez megmarad ugyanabban a terminológiában. Ilyen jó, hogy van egy ilyen szakértő, akihez fordulhat, hogy mit is szeretnénk. És például a címmel kapcsolatban ott volt valami munkacíme, amire nem emlékszem, és én megmondtam neki, hogy nem lehet az, Különös új világok a címe, mert az a ugye mindegyik sorozatnál a promóban a bemondta, tehát a Kirknél is, meg Picardnál is volt ez, hogy végigmondta azt a bizonyos szöveget, az űr, a végső hatása, többi, és abban a Különös új világok, és mondom, azért ez a címe. Tényleg? Hát ő nem tudta volna. És így mondtam, hogy mondta, hogy akkor nekem köszönhető, hogy ez lesz a címe a sorozatnak. Ha már fordítás, bocsánat, úgy tudom, hogy te a szinkron kapcsán is közreműködtél. Igen, segítettem ugye végig ezeket a kifejezéseket, sőt, amire nagyon büszke vagyok, ezt hadd mondjam el, ezt tényleg büszke vagyok rá, hogy a pályakapitánynak is van egy olyan mondása, mint hogy a Picardnak volt az engage, amit ugye azt hiszem indulásnak fordítottak, és ő neki meg az van, hogy hit it, amit ugye lehetne ilyen nyomás, stb. Ilyesmikre fordítani, úgyhogy én találtam ki ezt, hogy nyomás legyen, amikor mondja, úgyhogy amikor kimondja ezt pályakapitány a sorozatban, akkor mindig így kiúzom magam, hogy ez az én mondatom volt. Ezt most már örök időkre megjegyezzük, hogy ez hozzád kötődik. Engem lehet értesíteni, hogy valakinek nem tetszik. Nagyon tetszett, tehát hogy annyira vagánynak tűnt. Azért nehéz egyébként a szinkronnál ezeket megírni, mert tehát ragaszkodni kell ahhoz, hogy a szájmozgásra alakítsuk a szöveget, és ahol mondjuk ilyen két szótagos szöveg van, mint hogy hit it, akkor oda csak két szótagos szó jöhet. Tehát nem lehetett volna az, hogy lépjen a gázba, vagy nem tudom, valami hasonló. És igen, az mozgás az alkalmazkodó. És egyébként maga a sorozat visszatért az eredeti Star Trek stílusához, epizódikus. Szerintem nagyon jól sikerült, de ezt egyébként visszahallottam tenni, azt már, mert a rajongók általában úgy szoktak lenni, hogy amikor a új sorozat jön, akkor azért eléggé kritikusan állnak hozzá. Most a Strange New Worlds az első szerintem, ami nem kapott olyan erős kritikát, mint a korábbi sorozatok. Tehát ez nagyon tetszik mindenkinek, de az is lehet, hogy azért, mert ugye olyan karaktereket használnak, ami más sorozatban is szerepelt. Igen, például a Discovery-ben, ugye, mint ahogy említettük, hogy ezért kapta az önálló sorozatot pályakapitány, tehát ez az ő náló sorozata, illetve visszajönnek olyan karakterek, akik a pályakapitány volt körkapitány előtti kapitánya az Enterprise-nak, és ezért olyan karakterek is megjelennek, akik a Kirk alatt is szolgálnak, tehát hogy Uhura is visszajön, illetve olyan csepölnővér, akit egyébként nem is nagyon hoztak elő, még a Kelvin idővonalon is csak megemlítés szintjén van. És a Tosó óta nem hozták elő ezt a karaktert, és most sokkal nagyobb szerepet kap. Egy kicsit át is variálják, egy kicsit vagányabbra vették az ő karakterét, de visszahozták, és ennek nagyon örülök. Ez nekem is tetszett. Mit gondolsz Csepelnővéről, jobb lett, vagy mást vártál? Hát kapott szerepet, én szeretem. Tehát talán az új sorozatokból ez a kedvencem, és nekem szinte az összes karakter szerethető. Csepelt is szeretem. Izgalmas kalandjaik vannak. Nekem a Pike-ban megint jött, hogy olyan jó hozzák tovább ezt a Spockos szállat a Csepelnővérrel, ugye? Igen. Hiszen minden eredeti sorozatot megnézett rajongót, ugye, hogy a Csepelnővér menthetetlenül szerelmes volt Spockba. Igen, és itt most már az új trailerben már láttam, hogy kicsit tovább is jutottak a plátói dolgoknál. Hát spoiler! A spoiler jut eszembe, hogy föltűnt az új trailerben, ha már említetted, hogy szerepel a Loverdekhez két szereplője is, ugye Mariner és Boimer, akik ugye rajzfilmfigurák voltak, és most megjelennek élő karakterként is. Engem egy dolog a kezdetektől foglalkoztat ezzel kapcsolatban, hogy fognak ők ebbe az időségbe bekerülni, hiszen a Loverdek az alsó fedélzet az teljesen más időségbe játszódik, mint a Pike. Nagyon. Van tippetek esetleg, hogy mi lehet? Hát valami időutazás, biztos lesz benne. Klasszikus időutazás. A Star Trekben bármi megoldható. Bármi okay. És minden. Okay. Visszatérjünk még a Pike-ra. Mit gondoltok a dilemmáról? Ugye azt mindenki tudja, hogy mi lesz Pike végzete, remélem, legalábbis a rajongók többsége, aki már látta az eredeti sorozatokat, vagy a nagy filmeket. Mit gondoltok erről a vívódásról, amin keresztül megy? Hát nem tudom, lehet, hogy eljön a sorsa, de az is lehet, hogy nem. Tehát mind a két variáció szerintem benne van.
Én abban reménykedem, hogy kitalálnak valami olyan alternatív sorsot neki, ami nem zavar be a rendes időségben, tehát nem zavarja össze. Ugye nem tudom, mennyire tudjátok, vagy mennyire ismeritek a Pike-nak a végzete, az, hogy, tehát, hogy hát, hogy milyen a Tósban ott úgy hozzák vissza, hogy egy ilyen gépben él, tehát hogy tulajdonképpen ilyen élő halott lesz már szinte a karakter. Életfenntartó gépekre van kötve, és igazából igen. Csak vegetál benne. És itt ebben a sorozatban tudja a végzetét, hogy e felé viszi a sorsa, és ez állandóan problémát okoz neki. Igen, például amikor találkozik gyerekként azokkal a fiatal, hát később ugye zászlós meg tisztekkel, akiket ugye elveszít majd ebben a balesetben, amikor megsérül. Igen. És ugye az a dilemma, hogy figyelmeztesse őket, vagy távol tartsa őket, hogy megváltoztassa a sorsát. Igen, és ez ilyen visszatérő elem is egyébként a sorozatban. De én azt gondolom, hogy annyira szimpatikus ez a karakter, hogy olyan kár lenne, hogyha tényleg felé vinni a sorsa. Úgyhogy nagyon reménykedem, hogy valami alternatívát ki fognak találni. Hogy a Discovery-nél is kitalálták, hogy annyira nem illett oda a hajó abba az időségbe. Egyszerűen áttették egy 900 évvel későbbre, és ott már minden rendben van akkor. Így van, hiszen ott már nem volt zavaró, hogy teljesen igen. Új technológia, vadonatúj meghajtórendszer, ugye ez a spórahajtómű. És ugye az egyéb furcsa panelek. Mondjuk a Discovery-nél még nekem nagyon bejött a macska. Ó, macska párti amiben vagyok. Amiben macska van, az csak jó sorozat. Amiben macska van, az jó, úgyhogy mindenképp nézzétek végig. Illetve a Discovery kapcsán volt még egy, hát nem egészen Star Trek, de mondhatjuk, hogy örökbefogadó Star Trek sorozat is megjelent közben, és én ezt így hívom, méghozzá a Star Trek Orville. Nem tudom, látta már valaki esetleg az Orville sorozatot? Ó, nagyon jó. Szerintetek is örökbefogadott Star Trek sorozat? Igen. Nagyon jó, beleillik. Oké, köszönöm szépen a megerősítést. Valóban, egy időben jött ki a Discovery első két évvel a környékén, ugye? És itt is van egy nagyon erős Star Trek-es kapcsolódás. Hát a készítője a sorozatnak, Seth MacFarlane, kifejezetten Star Trek rajongó, de ő neki a nevéhez olyan sorozatok, meg filmek kötődnek, mint a Ted című film, illetve az Amerikai Fater, a... Mi még? Ilyen vicces sorozatokat, meg filmeket készített. A humoráról ismerjük ugye őt. És egyszerűen, amikor ő kitalálta, hogy ő Star Trek sorozatot szeretne csinálni, akkor a stúdiók nem hittek neki, nem akarták elfogadni, hogy ő komoly sorozatot készítene, és egy csomó ideig igazán gondolkodott, hogy mit csináljon, és akkor beadott egy olyan sorozat ötletet, ami egy vicces sorozat, tehát egy paródia ötletet adott be. Úgyis hirdették, hogy paródia, és, ugye? És ezt elfogadták tőle, ez hihetőnek tűnt, hogy ő egy paródiát fog készíteni, és akkor ugye elkezdődött a sorozat, nem tudom, mennyire mennyi ideig láttátok, de ugye van egy, ez már gondolom nem annyira spoiler, de van benne egy éles váltás, amikor még vicces a sorozat, és van egy olyan éles váltás benne, amitől meg tudjuk, hogy komolyan kell menni. Star Trekbe beleillik, ugye, a poénok helyett. És akkor kapott emiatt kritikákat is, de ő megmondta, hogy ő neki ez volt mindig is a célja, hogy ő átvigye az egészet egy komolyabb dologba, és a harmadik szezon az olyan gyönyörű, és annyira ki van dolgozva, hogy én azt mondtam, hogy én minden egyes epizódnál letettem az arcom, hogy ezt így meg lehet csinálni. És gyönyörű, és mindenki azt mondja, hogy olyan, mint, tehát, hogy a legjobb Star Trek sorozatnak igen. Tartják, ami én nem épp, Star Trek. Épp ez az, hogy az Orville után én azt vártam a következő Star Trek sorozatoktól, hogy legalább ezt a színvonalat hozza, mert hogyha minimum ezt a színvonalat hozza, akkor tökéletesen elégedett leszek vele. Kifejezetten tetszett egyébként az űrhajó. Sethről pedig még annyit, hogy ugye ő az Enterprise sorozatban volt egy fontosabb részben szerepet vállalt, illetve más epizódokban is föltűnik, mint ilyen vörösruhás statiszta. Yes. Hát sőt, olyannyira, hogy egyébként gyerekkorából vannak felvételek, amikor Star Trek sorozatokat készített a barátaival, tehát ilyen rajongói sorozatokat is csinálta, ahol természetesen mindig Körköt alakította. Így van. Meg hát, hogy szerepelnek Star Trek szereplők is ugye az Orville-ben, ugye Robert Picardo például. Igen, látunk néhány nagyon csodás cameót belőle. Meg például Babylon 5-ből ugye. Sheridan kapitány Bruce Boxleitner, tehát ilyen átjárás igen. Van. Nekem külön tetszett, ugye, amikor a két doktort összehozta azon a igen, bolygón, igen, és ugye... Flox meg a Floxot is. És összeugrasztotta ugye, ez a karaktereket. Fantasztikusan ki volt találva az a rész is.
Még egy sorozatot azért szeretnék megemlíteni, nagyon örülök, hogy pont az a póló van rajta. Légy szíves, mutasd meg a közönségnek is. Ha még nem tudjátok, akkor most 30 éves ez az a... Istenem, 30 éve. Félelmetes kimondani, az egyik kedvenc sorozatunk volt, hiszen ez is egy teljesen új irányt vett a Star Trek, ugye hajókon játszódó sorozatok után volt egy újraállomásunk. És eddig mentek, most meg helyben várják a kalandokat. Így van, és ha már itt vagyunk, akkor ünnepeljük meg egy kicsit őt is, ezt a sorozatot. És ugye, ha más nem, akkor a Picardba ugye visszatértek onnan is karakterek. Tehát szerintem most így a elmúlt pár évben mondhatjuk azt, hogy nosztalgiázunk egy kicsit a Star Trekkel, de előre is haladunk vele. Hát igen, ami még így említés szintjén lehetne, hogy így a jövője a Star Treknek. Ugye nagyon sokan várták, hogy lesz negyedik része a mozifilmeknek, ami 2016 óta húzódik, és állandóan újabb meg újabb hírek röppennek föl, de még olyan szinten is, nem tudom mennyire hallottatok róla, de egy Quentin Tarantino rendezné. Ez is felmerült, és ez komolyan, de komolyan felmerült. Nyilatkozott is róla, de aztán végül is nem, egyszerűen nem fér bele neki időbe, meg semmibe se. Úgyhogy végül is nem ő rendezi, de 2022 óta meg még le is vette a Paramount az előzetesekből, tehát hogy így nem tudni, hogy egyáltalán lesz-e valaha Star Trek 4, pedig Chris Hemsworth-ot is szerződtették volna, tehát az azt jelenti, hogy Chris Hemsworth játszott a Kirknek az apját az első részben, ahol meg is hal, tehát valószínűleg egy időutazásos történet lett volna, hogyha ő szerepelt volna egyébként a filmben. Chris Pine pedig nyilatkozta, hogy már őt is idegesíti, hogy nem tudja, hogy mi lesz ezzel az egész történettel. Illetve ami most egy új hír, hogy a 31-es szekció című spin-off filmet fogják csinálni, ami azért került elő, ez is már egy régóta rebesgetett történet, hogy majd lesz egy ilyen film, mert hogy a Filippa Giorgio kapitányt játssza a Michelle Yeoh, aki a Minden, Mindenhol, Mindenkor című filmért ugye Oscar-díjat kapott, és szerintem ez meglendítette ezt a projektet, mert hogy ő játssza majd a főszerepet benne. Többet nem mondjuk el, mert elszpoilerezzük előre. Nem, csak ennyit szerettem volna mondani, hogy de nem sorozat lesz belőle, hanem film lesz belőle. Hát reméljük, hogy jól fog működni, mint ahogy ezek a sorozatok is működtek. Én ajánlom mindenkinek, hogy bátran kezdjen bele bármelyikbe. Szerintem biztos, hogy élvezni fogja. Még akkor is, hogyha esetleg korábban sose látott Star Trek-et. És nagyon szeretném megköszönni, hogy meghallgattatok bennünket. Ha továbbra is szeretnétek még információkat, esetleg beszélgetni velünk, vagy mondjuk például Rita fantasztikus autogram gyűjteményét megcsinálni, és elhallgatni a sztorikat a színészekről, akkor itt megtaláltok bennünket a Csillagkapu után balra. Szívesen látunk az asztalunknál és az Égis Szentély Klubba, és állunk szolgálatotokra, és reméljük, hogy a következő Star Trek filmeket és sorozatokat is együtt nézhetjük majd veletek. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm! Sziasztok.